Hétfőn terjesztették be, és kedden már el is fogadta az országgyűlés a Kata adónem átalakításáról szóló javaslatot. A módosítás értelmében az eddigi nagyjából 450 ezer érintett vállalkozónak mintegy négyötöde esik így ki a rendszerből. Ezzel jelentősen nő a havonta fizetendő adóterhük. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint is, idézem, kissé erőteljes lett a Kata módosítása. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke telefonon nyilatkozott stábunknak a határozatról. Nem tartjuk jó döntésnek. Én nekem az az érzésem, hogy egyrészt sokan fognak megszüntetni tevékenységüket, elsősorban a szolgáltatások területén. És hát ami miatt létrehozták a Katát, egyáltalában az a fekete gazdaság ellen, és a fekete számlázások ellen, hát ez nem biztos, hogy jól fog sikerülni, mert van egy érzésem, hogy egyesek hátra-vissza fognak menni a rejtett gazdasággal. Az új szabályozás szerint a katás vállalkozók csak magánszemélyeknek számlázhatnak, tehát egy egyéni vállalkozó, vízgáz vagy klímaszerelő, asztalos, futár, burkoló, színész, gyógytornász, újságíró, és még hosszan lehetne sorolni a szakmákat, nem dolgozhat ezen keretek között cégeknek. Póla Zoltán, az egyik szekszárdi könyvelő iroda vezetője azt mondja, kevesen vállalják majd az új feltételeket, és valószínűleg rengetegen lesznek azok, akik megszüntetik a vállalkozásukat. Akik viszont adózási formát váltanak, jelentős plusz terhekkel kell számolniuk, amit nyilvánvalóan áthárítanak majd a megrendelőikre. Ez pedig azt jelenti, hogy minden korábban kata adónem alatt végzett tevékenység legalább 30%-kal fog drágulni. A könyvelői költség az mindenképpen megjelenik, a mint plusz, ezt nyilvánvaló, hogy a vállalkozók nem fogják lenyelni, mert nyilván, hogy ők azt a jövedelmet szeretnék kiszedni ezután is, amit eddig kiszedtek. Tehát ezek a költségek mindenképpen átterhelődnek a cégekre, illetve ugye hát akik magánszemélyt fognak kiszolgálni, nyilván ott is egy költségnövekedés azért várható. Az új szabályok szeptember 1-én lépnek életbe, így rövid időn belül adózási év közben kell döntést hoznia a katás vállalkozásoknak, hogy hogyan is tovább.